Még július végén keletkezett tűz, és az erkélyről a mélybe zuhant egy fiatal lány az almási lakótelepen. Ha van füstérzékelő, időben jelzi a bajt, és ilyenkor még van idő cselekedni. Koppán Viktor Dávid összesen 10 füstérzékelő készüléket ajánlott fel az általa indított program keretében. Az elsőt Kracson Zsoltnak, a leégett lakás tulajdonosának adta át. Az országban augusztusig több mint 4000 lakástűz volt, amelyekben 53-an vesztették életüket. A füstérzékelő jelzése azonban életet menthet. Ezek az eszközök olyan érzékenyek, hogy már a lánga légés előtt érzékelik a füstöt és jeleznek. Koppán Viktor Dávid a program keretében előadásokat is szeretne tartani, hogy minél több emberhez eljussanak a legalapvetőbb tűzmegelőzési tanácsok.